a 2021-es évet gyógyultan, teljes létszámban kezdték, mondta Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista általános iskola igazgatója, aki arról is szólt, hogy a szülőket tájékoztatták a járványügyi szabályokról, hiszen volt egy hét leállás. Az elővigyázatosság érdekében most már tanóránkon is kötelező a maszk használata, a beléptetésén is szigorítottak. Iskolánkban, hál' Istennek, mindenki szinte teljes létszámmal jelen van. Úgy kezdtük a tanévet, úgyhogy reméljük valóban egy boldog új évet kezdünk, egy 21-et. Már az új év első napján köszöntöttük egymást, ugye most már a digitális oktatás miatt nagyon szoros a kapcsolata a szülőkkel, a gyerekekkel, úgyhogy már az első nap köszöntöttük egymást. Küldtük ki a tájékoztatókat a járványügyi szabályokról, hogy úgy érkezzenek a gyerekek, nyilván arra még vigyáznunk kell, amíg a védőoltást mindenki meg nem kapja, addig fönnmaradnak a járványügyi szabályok. Nagyon örülünk, hogy jöttek a gyerekek, már nagyon hiányoztak nekünk. Ugye nekünk volt egy hét leállásunk, amikor többen betegek lettek, és utána a fertőtlenítés után már nem volt betegünk, és hál' Istennek úgy érkeztek most vissza a gyerekek, tehát a kollégáim is, hogy teljes létszámmal kezdtünk. A tesztelésen is részt vettek a kollégák, több mint 70%-a, és hál' Istennek nem negatívak, de a tesztjük az negatív lett. Úgyhogy pozitívan indítjuk az évet. Nagyon reméljük, hogy a továbbiakban is avval, hogy tartjuk a higiéniai szabályokat, a maszkviselés most tanórán is, egyedül az elsősök kivételek, akik levehetik, és a folyosón kell, hogy használják a maszkot, de alapvetően most már a tantermekben és a tanórákon is használjuk a maszkot, hogy elővigyázatosak legyünk. Nálunk október 1-je óta ugyanez a beléptetés van, tehát a hőmérsékletmérés az ugyanúgy megmaradt, illetve nyilvánvalóan, hogyha valaki olyan érkezik hozzánk, aki külön engedéllyel bejöhet az intézménybe, akkor őról a feljegyzést készítünk nevével, telefonszámával, hogy visszakereshető legyen. De úgy gondoljuk, hogy a fertőtlenítés a hadsereg által nekünk sokat segített, vagy a honvédség által, abban, hogy megőrizhessük az egészségünket. Úgyhogy ezúton is köszönjük nekik ezt a lehetőséget. A következő hetekben még van lehetőség javításra. A jegyekről decemberben a szülőket is tájékoztatták. Decemberben mi mindenkinek, minden évben kiküldjük a tájékoztatókat a szülőknek is, december elején, illetve a gyermekekkel is mindenki, minden osztályfőnök külön megbeszéli azt, hogy mely tantárgyból kellene még javítaniuk, hol áll úgy a helyzet, hogy kicsit vészes lehet, és akkor szorgalmi házi feladatok, felkészülések, egyéni munkák segítségével még azokon lehet javítani. Most még egy új munkatársunk segítségével, pedasszisztensként korrepetálásokat is iktattunk még be, ahogy mindenkinek sikerüljön a fél év is, és ne úgy menjen a második fél évre ne úgy kezdjen, hogy esetleg kudarcként éli meg az első fél év teljesítését, hisz nagyon sokan voltak betegek, valóban betegek több alkalommal, illetve mi is kértük és be is tartották a szülők azt a járványügyi szabályt, miszerint nem küldték el a gyerekeket, hogyha betegek voltak, ha panaszuk volt. Inkább óvatosak voltak, mint hogy esetleg ők okozzanak fertőzést. Továbbiakban még segítjük a gyerekeket avval, hogy a felzárkóztató foglalkozásokon is, a tanulószobákon 4 óráig minden esetben segítséget tudunk nyújtani a felkészüléshez, és a szülőkön is azt látjuk, hogy társak a gyerekek felkészítésében. Nyilván vannak tanulóink, akik kicsit nehezebben boldogulnak, vagy nem is annyira motiváltak, őnekik is megpróbáljuk megkeresni azt az érdeklődési kört, amivel egy kicsit tudjuk őket motiválni és teljesíteni tudnak. Úgyhogy hajrá van valóban! A nyolcadikosokat is segítik a pályaválasztásban, októberben még megtarthatták zárt körben a fórumot, ahol gyerekként egy szülő is ott lehetett, és 5 iskola tartott tájékoztatót. Nagyon ügyesek voltunk, azt tudom mondani, mert októberben még meg tudtuk úgy tartani zárt körben távolságtartással a szülői fórumot, hogy a szülők meghívásával is egy szülő, minden tanulónál, illetve az osztályból ugye a gyerekek és az osztályfőnök részvételével. 5 középiskola képviselője jött el hozzánk, nagyon köszönjük nekik. A széleskörű tájékoztatás is nagyon élményszerű volt az iskolájuk bemutatása, úgyhogy ott nagyon sok lehetőség vázolódott fel a gyerekek szemében, olyan is, amire esetleg eddig nem is gondoltak, mert az a hallott szó nem ugyanaz, mint mikor élményszerűen belelát egy picit egy iskola életébe. Úgyhogy azt köszönjük szépen, az még sikerült. Volt, aki még nyílt napra is eljutott az elején, mert propagáltuk, hogy most menjenek, mert később nem biztos, hogy lehet rá lehetőség, vagy nyílik rá lehetőség. Illetve középfokú intézményektől kaptunk még tájékoztatóanyagokat, amelyeket folyamatosan küldtünk ki szünet idején és digitális oktatás idejében is, online keretek között PPT-ket, kis tájékoztató filmeket. Úgyhogy van, aki Debrecenbe, van, aki Karcagon, aki Kisújszállásban gondolkodik.
ki milyen intézményt választ. Most már a szülők a jövő héttől kezdődően kis csoportban érkeznek a 8. osztályfőnökhöz egyeztetni, szülői értekezlet keretében megbeszélni, hogy valóban mi az a lefixálódik lassan az a két, legalább két választási lehetőség, vagy három, kinél mennyi, amit szeretnének a gyerekek választani. A leendő elsősöket is megkeresték az adott lehetőség mellett, és most óvodai rajzpályázatot hirdettek nekik. Most azt tervezzük még az ismerkedés jelent, meghirdettük szeptember, vagy Szent Pál napi rendezvényünk 25-én van, és erre mindig képzőművészeti versenyt hirdetünk. Most is környezetvédelem témakörben hirdettük meg ezt a versenyt, és erre várjuk az óvodások jelentkezését és munkáit is. Ez is egy lehetőség arra, hogy betekintést nyerjenek, hisz a díjazottakat el is hívjuk az intézményünkbe, nyilván olyan szabályok mellett, amik ezt megengedik, hogy a díjakat át tudjuk adni. Illetve mi abban reménykedünk, hogy februárban meg tudjuk tartani a farsangi felvonulást, ami mindig nagyon összehoz bennünket az óvodásokkal, mindig lelkesen vesznek részt ezeken a rendezvényeken, és március elejére tervezünk egy óvodásokkal való találkozást, foglalkozás tekintetében az óvónőkkel, a tanítónénikkel. Úgyhogy reméljük, hogy ha Jóisten segít nekünk, és meg tudjuk ezeket a rendezvényeket valósítani. És akkor még három alkalmunk van találkozni. A februári farsangi felvonulást és márciusban a foglalkoztatásokat terveznek az óvodásoknak. Szeretnék megtartani a passiót is, ha a járványügyi helyzet engedi. Ma beszéltük a pasztorális bizottság tagjaival, akik a passióban a nagy részét kiveszik a passiós munkának, hogy nagyon jó lenne, hogyha az idén már a felkészüléssel meg is van a csapat, tehát minden elő van készítve, már csak az a döntés híja van. Ha védőoltások megtörténnek, akkor reméljük, hogy el tudjuk kezdeni. Nagyon arra mutat, hogy csökkenni fog a járványügyi helyzetben a fertőzöttek száma, és akkor elkezdjük, hogy kialakítsuk az előadásnak minden egyes háttérmunkáját, és elkezdődjön a felkészülés.